A szénmonoxid mérgezés az egyik leggyakoribb háztartási baleset, mely általában a helytelenül használt tüzelőberendezés miatt következik be. Azt azonban kevesen tudják, hogy a mérgezés nem csak a téli időszakban, hanem bármely évszakban jelentkezhet. A szénmonoxid mérgezés tulajdonképpen egész évben valós veszélyként jelentkezik a háztartásunkban, hiszen nem csak a fűtési szezonban, hanem mondjuk a fürdőszobánkban a bojlerek, vízmelegítők működése is befolyásolhatja ennek a gáznak a jelenlétét. Az, hogy mivel tudunk védekezni, ezt rengetegszer elhangzott, a katasztrófavédelem folyamatosan végez megelőző munkát ezzel kapcsolatban, hogy minél kevesebb legyen ez az esetszám, minél kevesebb mérgezés következzen be az egész országban. Ennek ellenére azonban az adatok emelkedést mutatnak, ez a tendencia viszont nem romlást mutat, folytatta a tűzoltó főhadnagy. 2015-ben 30 ilyen eset volt, ahova a tűzoltók segítségét kérték, 2016-ban 33, a tavalyi évben 2017-ben pedig már 45 ilyen esethez vonultunk ki. Ez az emelkedő tendencia mégsem romlást mutat, hiszen ez azt mutatja, hogy egyre többen vásárolnak szénmonoxid érzékelőket, és ezzel valóban az problémák legkezdetén már értesülnek arról, hogy megemelkezett a szénmonoxid a lakásukban, tudják értesíteni a tűzoltókat, esetenként a mentőszolgálatot, mi a gázszolgáltatót, és akkor mindenki megteszi a szükséges lépéseket. Ahhoz, hogy ne kerüljünk ilyen veszélybe, több dolgot is érdemes a háztartásban megtenni. Ilyen például az, hogy szakemberrel építessük be a tüzelőfűtő berendezéseket, és évente ellenőriztessük őket. A szellőző berendezéseket ne takarjuk el, hagyjuk szabadon. Új nyilászárok beépítését követően pedig gyakrabban szellőztessünk, tette hozzá Ruskáné Takács Anita, aki úgy folytatta. Fontos még az, hogy az elvezető berendezéseket, a füst elvezető berendezéseket is ellenőriztessük, ezeket attól függően, hogy milyen tüzelő berendezésünk van, szilárd tüzelésű, illetve gáztüzelésű, évente, illetve két évente szükséges ellenőriztetni. Ez ugye a lakosság részére ingyenes, annyiban változott az egésznek a felépítése, hogy idei évtől a kéményseprővel egyeztetve, akkor történik a tüzelőfűtő berendezések elvezetőinek a vizsgálata, amikor az a lakosságnak megfelel, tehát nem fordulhat az elő, hogy nincsenek otthon, és nem alkalmas az időpont ennek a felülvizsgálatára. Ha elvégeztük a kéményellenőrzést, illetve megfelelően van telepítve a tüzelőfűtő berendezésünk, hőtermelő berendezésünk, akkor még egy dologgal segíthetjük a saját biztonságunkat, veszünk megfelelő minőségű szénmonoxid érzékelőt. Melyeket fontos, hogy műszaki szaküzletben szakembertől vásároljunk, aki tanácsokkal is ellát bennünket, zárta le gondolatát a főhadnagy.